Egy 50-es elvált, munkájában is kissé kiégett férfi számára nehéz új életet kezdeni. Akkor is, ha főhősünk nagyon intelligens. A páncért növesztő Willert nők sora indítja az új élet ösvényén. Hamisítatlan amerikai történet, remek zene és díszlet. Ez a Linda Vista Magyarországon, elsőként a Miskolci Nemzeti Színpadán, 16 éven felülieknek. Itt vannak a várók. De nem nálatok, ugye? Csak ma éjszakára, holnapi esküvőre jöttek, úgyhogy elmegyünk vacsorázni. Na, nagyon lelkesnek tűnsz. De akkor nincs semmi gond. Régi barátok, csak már nincs túl sok közös témán. Na, ezért jobbak az új barátok, mint a régiek. Amikor egy férfi azt hiszi, hogy minden rendben az életében, az csodás érzés. Aztán történik valami, és minden megváltozik. Az élet menete kibillen, a férfi pedig szétesik akár egy IKEA-s bútor. Ez történik Willerrel. Az egykori fotográfus elválik, átköltözik Linda Vistába, és mindent újra kezd. Kiábrándult régi emberként. Itt kapcsolódik be a Miskolci Nemzeti Közönsége Willer történetébe. Valentin napkor múlt 2 éve, hogy az a viszony, hogy kiderült ez a viszony már. Több mint 2 éve. 2 éve? Willer, azért az hosszú. 2 éve élni így. Mi az, hogy így? Mint valami lecsúszott blues-gitáros. Minden oké. Csak gajra ment a házasság, nem én vagyok az első. A Linda Vista nem egy másik nő az ex-feleség helyett. A Linda Vista egy lakó negyed San Diego-ban. Magyarországon elsőként láthatja színházi közönség Tracy Letts történetét. Keszég László rendezésében pedig a miskolci nézők lehetnek a szerencsések. Ha Neil Simon és Csehov találkozott volna, a közös munkából valami olyasmi sülhetett volna ki, mint Tracy Letts Linda Vistája, vagy a darab rendezője. Komolyan mondom, a nap legjobb pillanata az, amikor este leteszem a párnára a fejem. A legrosszabb, mikor reggel kinyitok a szemem. Isten szerelmére, Michael, nem kéne ezzel csinálni valamit? Mivel? A depressziótal. Nem vagyok depressziós. Alig, hanem ez az objektív igazság. A feszes hétköznapi dialógokat tökéletesen egészíti ki a miskolci díszlet, valamint az előadás zenei világa is. A hangzásban Zságer Varga Ákos segítette a rendező elképzelését valóra váltani. Onnan lehet esetleg tudni, hogy a Zságár együttesnek a billentyűs gitárosa és basszusgitárosa. Én 2005 óta együttműködöm mindkettőjükkel, tehát a Zságer testvérekkel. És ez így kialakult már az évek során, hogy van egy munkamódszerünk, hogy ez hogy ragasztjuk hozzá a zenéket, milyen a világa. Tehát egy őszintén szóval először is Beach Boysról kezdtünk el beszélgetni, hogy mégis induljunk ki abból, hogy ez Kalifornia, de természetesen utána, hogy ezt megtermékenyítette ezt az ötletet, és kialakult egy ilyen kicsit szájkos legyen a dolog, poppos legyen, tehát ez az átmenet, mint a fénytörés, olyan próbál lenni a zene. És hát nyilván van benne egy fejlődés, most épp a szünetben vagyunk, tehát itt természetesen remélhető, hogy ha megnézitek, akkor érezhető lesz még az intellektuális tartalma is annak, hogy ez hogy lett a koncept kitalálva. És hát köszönöm szépen, hogy ezt észrevetted, mert sajnos azt szoktam látni, vagy azt tapasztalom, hogy a nézők 60%-ára tök mindegy, hogy a jajcica szól, vagy egy ilyen remélhetőleg jól, sok munkaóra alatt átgondolt kísérőzene. Minden egyes eleme fontos egy előadásnak. Mi itt a színházban arra törekszünk, mindannyian, akik itt dolgozunk, hogy az összes összetevő eleme egy ilyen komoly motornak
és hogy szimbolikusan mondja, amit egy előadás jelent, az mind a megfelelő magas szintű legyen. A képi világ, a díszlet pedig ezúttal toposzokból építkezik, minimalista, mégis mindent elmesél arról, hogyan látjuk a tengeren túliakat itt, Európában. Több ezer kilométer távolságból viszont nem biztos, hogy jól látjuk, és az igazat látjuk. Amíg nem voltam Amerikában, egyszer dolgoztam ott. Ugyanolyan előítéletes voltam sajnos, mint az átlag ember itt Közép-Európában, hogy az amerikaiak buták, hülyék, stb. És ez egy óriási pofonütés volt nekem, hogy ez egy annyira komplikált és olyan nagy számokkal működő társadalom, ahhoz hozzá se tudunk szagolni. Tehát mi hozzájuk képest mélyen a múltban élünk, mélyen, tehát a társadalmi változások és minden a trendek, amit fogyasztunk, amit eszünk, azt hiszük, hogy mi találtuk ki, és nagyon-nagyon sok minden jön Amerikából. Tehát azt hiszem, hogy nem vagyok egy túlzott Amerika fan, csak egyszerűen reálisan látom, hogy ez egy rossz előítélet és egy rossz beidegződés itt nálunk. Úgyhogy lényegében ezt próbáltuk valamilyen úton, módon. A történet pedig ízig vérig olyan, amit Amerikától megszokhatott már a kultúrafogyasztó. Az 50 éves Wheeler elvált, kiábrándult, de muszáj mégis új életet kezdenie. Az egyébként intelligens egykori fotográfus női szívek és testek hídján átkelve igyekszik újra összerakni életét, amire még az életközepi válság is rányomja a bélyegét. Én szeretem nagyon ezt a darabot, pont azért, mert amellett, hogy kommersz, van azért mélysége is, és nagyon jól megírt karakterek vannak benne, szinte mindenki magára ismerhet egy-egy figurában. Rangsorolod a nap pillanatait, és úgy ítéled meg, hogy az első a legrosszabb. Figyelj, én vagyok az egyetlen, aki a napok összes pillanatát átéli. Úgyhogy én vagyok az egyetlen, aki ezt megítélheti. Jó, csak attól ez még nem lesz objektív igazság. Lehet, hogy a véleményed megalapozott, de akkor is csak a te nézőpontodból. De nincs más nézőpont. Tehát az nem számít. Pusztán azért, mert te vagy az egyetlen ember, akinek erről véleménye van. Attól ez még nem lesz objektív igazság. Anita, te mit szólsz ez? Egy szót sem hallottam abból, amit beszéltek, és most megzavartál a számolásban. Anita egy fiatal lány, aki igazából még keresi az útját. Wheelerrel együtt dolgozik egy fotósboltban. Ott hagyta az egyetemet, több egyetemen is próbálkozott. Tehát igazából ez talán a darab végére így kialakul benne, hogy mit is akar igazán, és aztán a Wheeler is felsejlik egy lehetséges, nem biztos, de szerelemnek is az esélye talán. Mamiya Sekor 2000 DTL, egy igazi kis dinoszaurusz, remek kamera ez ott. Cucc, ez van, hogy 30 éves. Valami olyasmi kellett bele, amit úgy hívtunk, hogy film. Ezért jöttél maga ilyenkor? Nem. Nem alszom túl jól az új pecóban. Attól félek, hogy valaki betör és megöl. Ki akarna megvenni téged? Hát mondjuk valami bedrogozott hippi. A hippik nem gyilkolásznak. Csak hogy ez itt Kalifornia, baby. Itt a véleddel írnak a falra. Morbid vagy. Senkinek nincs rá oka, hogy meg. Hát akinek oka lenne rá, azok nem akarják, akiknek okuk lenne rá, azok nem állnak belé. Nehéz volt rátalálni erre, az csak a szája jár emberre, amit a nyaktól lefelé béna lenne érzelmileg, de közben meg persze a helyzetek azok, a nőkkel való helyzetek azok nyilván hatnak rá, meg hát, hogy van egy ilyen páncél az emberen, amit így magára ölt az évek alatt, amiatt, hogy legalább el tudja kerülni a saját fájdalmat, vagy a fájdalmakat, azokat ki tudja köszöbölni az életből, és aztán nem nagyon veszi észre, hogy azért ezen a pajzson van valami résecske, és akkor ott folyamatosan majd itt a darab alatt bebetalálgatnak emberek, és akkor tulajdonképpen össze is omlik, amennyire össze lehet omlani. Mi van a pólódon? Ja, ez csak az égi Calpoli. Aha, Calpoli. California Polytechnic. Oda érte a főiskolára? Aha, egy szemeszter. És csak úgy szereted ezt a pólót, ugye? Ja, bár már eléggé megvisel. Szereted, hogy így hozzásimul a bőrödhöz? Azt hiszem, hozok én egy jeges joghurtot. Pontosan látja, hogy ez a fiú szét van esve, vagy férfi éppen.
és beszél arról is, hogy ő is túl van már azért egy pár dolgon, és ráismer magára, vagy arra az időszakára, amikor ő is ebben a helyzetben volt, és nem akar ebben részt venni. Tehát úgy van vele, hogy a férfi találja meg magát, és akkor utána esetleg. Állásinterjúra jöttél? Aha. Itt akarsz dolgozni? Ezért jöttem interjúra. Pincérnőnek? Hostessnek. Hostessnek. Ja. Ez a szakmád? Majd meglátjuk. Eddig még nem próbáltad? Jó, kapis. Kösz. Eddig mit csináltál? Csupa szarságot. És mit akarsz csinálni? Hostess akarok lenni ebben az étteremben. Az életeddel mit akarsz csinálni? Hostess akarok lenni ebben az étteremben. Az jó, ha vannak céljai. Mennyi a ma érzékenykedünk? Húzzál! Te kezdted azzal, hogy lelúzerosztál! Ne én szólítottalak meg! Valami önreflexióval azért rendelkezik, legalábbis majd a darab végére. Talán még ez is kiderül róla, hogy nem csak egy ilyen mizantróp ember, hanem még talán vannak valami emberi vonásai. A történet tehát amerikai, de korántsem felszínes, vagy éppen commerce. Első pillantásra felsejlik a tengeren túli egyszerű történetmesélés, ám ez is, mint minden a világon, sokkal több, mélyebb annál, mint ahogy első ránézésre tűnik. Rendkívül összetett emberek. Sokszor az volt az érzésem, hogy a Letz ezeket a beszélgetéseket valahogy elleste, mondjuk egy kávézóba, és a pontos hiperintelligenciájával ezt csak lejegyezte, és képes volt zárójelben megjegyzem, a sztori az követhető végig, tehát van egy ilyen általános mese, ez teljesen Amerika, tehát hogy történetet mesél el A, B, C, D, E pontokban, és közben az mind ilyen nagyon-nagyon élő, tehát rengeteg apróság, amit az élő beszédet tökéletesen lemodellezte, a sok félbeszakított gondolattal, az egy közbeszólásokkal, a félbehagyott mondatokkal, amit észre sem veszünk. Ez egy kifejezett, egy tökéletes példája ennek, hogy ezt magas szinten is meg lehet csinálni. Nagyszerű kutya volt! Óbrina! Mel! Köszönjük Mel! Igen, így áll az alkú. Ha kutya van, sör is lehet. Mindkettőnknek kell valami, amivel eltöltjük a hosszú, magányos órákat otthon. Rendben. A legtöbb párnak szüksége van sikerélményre, ha már az álmok összetörtek. Rendkívül nehéz technikailag, mert most nem divat ekkora váltásokkal élni. Tehát az ilyen darabokra most a művészrajók azt mondják, hogy ez commerce. Bár ez nem úgy commerce, ez csak amerikai. Tehát azoknak a kritériumoknak megfelelő történet, ami rengeteg váltással él. Tehát hangos hang, vidám, sírós. Tehát ezeket azt hiszem, hogy így most a tradíció, vagy most az, amit képviselünk, úgy egyébként az, hogy ezt elmossuk. Inkább a titkot játsszuk. És ez nem, ez explicit formában megvan. Tehát itt nincs szöveg alatt, itt azt mondják, amit gondolnak. Tehát ez is egy ilyen a klasszikus formának valamilyen ilyen modern túlélése. A Linda Vistát a Miskolci Nemzeti Színház kamarájában láthatja a színház kedvelő közönség. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják.